Köszöntöm itt a stúdiónkban Szepesi Tibor urat, a Karcagi Téréné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár igazgatóját. Üdvözlöm a televízió nézőket, jó napot kívánok! Lassan a nyár végéhez közeledünk, és közeledik egy jeles ünnepünk, augusztus 20-a, és immár hagyományosan évek óta egy ünnepségsorozat Nagykunsági Kulturális Napok címmel veszi kezdetét Karcagon. Ez történik az idei évben is. Mikor kezdődik, hanyadikán ez a program? Mindig úgy próbáljuk a rendezvényt megszervezni, hogy az ünnepkörhöz tartozzon, és nyilván attól függ a hossza is, hogy hogy esik az augusztus 20-ai nap. Ugye idén kedre esik augusztus 20-a, ezért az a döntés született, hogy egy 4 napos kulturális programot próbálunk összeállítani, tehát 17-én, pénteken veszi kezdetét a Nagykunsági Kulturális Napok, és az augusztus 20-ai tűzijátéka zárul, immár hagyományosan a program. Mindig igyekeznek változatos programokat összeállítani erre a 4 napra a kollégáival. Ahogy néztem a program sorozatot, 17-én egy különlegességgel indul, hiszen egy kunkapu lesz felállítva a főtér környékén. Így van, magához a rendezvényhez, és ez is hagyomány, hogy több civil szervezet is kapcsolódik. Ebben az évben valóban egy különlegességgel veszi kezdetét a Nagykunsági Kulturális Napok, hiszen a Nagykunsági Népművészek Egyesülete elég régen elhatározta már azt, hogy a városban egy kunkapu kerüljön felállításra. Hosszas előkészület és pályázati munka után végre elkészül ez a jelzett kunkapu. Hozzáteszem, hogy jelenleg is zajlik a Akácliget strandfürdőben egy tábor, ahol lehet csatlakozni a Népművészeti Egyesület tagjaihoz, egy fafaragó tábor, ahol nem csak a kunkaput fejezik be és hozzák olyan formába, hogy elhelyezésre kerüljön az avatásra, hanem egyéb nagykunságra jellemző fafaragások is bemutatásra kerülnek, és egyfajta kapcsolódás is a nagykunságban élő fafaragók között. Tehát elkészül a táborban a kapu, és ez kerül majd felállításra a református templom melletti parkban. Annak a járda sornak a tetejére kerül rá a kunkapu, amely téglák egykoron a református egyház előtti térről kerültek ki, és most ugye összekötik a aszfalt járdával magát a templomot, tehát itt kerül majd elhelyezésre a kunkapu. Ékesíteni, díszíteni fogja ezt a parkot, ugyan ott már áll egy székely kapu, és most mellé felállításra kerül egy kunkapu is, amely méltó dísze lesz a parknak. Így van, én azt gondolom, hogy ez volt a koncepció is, hogy a templom mellett a székely kapu az egyik oldalon, a bejárat, a hátsó bejáratnál, a főbejárathoz pedig egy kunkapu kerüljön a helyezésre. Ugye a felállításához egy kis ünnepség is kapcsolódik. Mire kerül még, milyen programra kerül sor ezen a napon, 17-én? Ugye hagyományosan a megnyitó napján, tehát amikor a kulturális napok megnyitásra kerülnek, akkor mindig egy kiállítás is megnyitásra kerül. Most több is lesz, ugye egyrészt a kunkapunak az átadása, avatása, majd a hagyományos országzászló felvonás, utána pedig a Dérinél Kulturális Központban egy igazi kuriózum kiállítás megnyitására kerül majd sor, hiszen, ahogy említettem, ugye több szervezet, intézmény is kapcsolódik mindig a kulturális napokhoz, így ez a kiállítás a Varró iskola épületének 50 éves évfordulója kapcsán kerül megrendezésre, megszervezésre. Ugye 50 éves, ahogy mondtam, az egykor Ragó, most már Varrónak nevezett iskola, innen a címe a Varró 50, és ebben az iskolában végzett művészeknek a kiállítása, ugye valamikor kerámia szak, fazekas szak is indult az iskolában, és az ott végzett művészeknek a kiállítására kerül majd sor, ami 17-én, 16 órakor veszi majd kezdetét, és egészen a hónap végéig, tehát szeptember hónap végéig lehet majd megtekinteni a Dérinél Kulturális Központban. Nagyon nagy művészek, nagyon sokan vannak, én ajánlom mindenkinek a figyelmét. Bízom benne, hogy nagy lesz a látogatottsága is, de még ezen a napon lesz egy program, amelyre
várják az érdeklődőket. Így van, a képviselőtestületi üléssel zárul gyakorlatilag a nap, 17 órától a Városházán a szokásos ünnepi önkormányzati ülés, ahol egy rövid műsor után az ünnepi beszéd, majd pedig az augusztus 20-ai ünnepkörhöz kapcsolódó és már megszokott városi díjaknak az átadására is sor kerül. Akkor méltó programsorozattal veszi kezdetét 17-én a Nagykunsági Kulturális Napok, 18-a vasárnap a sporté a főszerep. Pontosan miért? A sporté is egy meglepetésé a főszerep, hiszen két sportág is kezdetét veszi ezen a napon. Az asztali tenisz nemzetközi verseny, a Szent István Kupa asztali tenisz nemzetközi verseny, ami már szombaton is zajlódik ugye a városi sportcsarnokban, de vasárnap a felnőttek fognak küzdeni, illetve a nyílt horgász verseny a Nagykunsági Horgász Egyesület szervezésében a megszokott hagyományos módon a horgász tavon kerül majd megrendezésre, és hát a hétfői nap is egy picit csatlakozik a sportprogramokhoz, hiszen a tavalyi évben került először megrendezésre az akkor átadásra kerülő kosárliget, kosárlabda pályán a streetball verseny, amelyet ebben az évben is közkívánatra, hiszen nagyon sokan érdeklődtek a rendezvény után, természetesen meg akartuk rendezni ebben az évben is, de így, hogy sokan keresték, sokan várják, így azt gondolom, hogy még nagyobb érdeklődésre tarthat majd számot a verseny. Tehát hétfőn is a sporté lesz elsősorban a főszerep a kulturális napokon. És ha már a vasárnaphoz visszatérünk, egy különleges program kerül majd megrendezésre. Ajánlom minden zene kedvelő figyelmébe, aki komoly zenét tanul, vagy komoly zenét hallgat, és azt szereti élőben is élvezni, hiszen a Berekfürdői strandfürdőben egy több napos tábor zajlik jelenleg is, ez a Suzuki módszerrel felkészített zenészeknek a tábor, ez egy nemzetközi tábor, és hát néhány hónappal ezelőtt keresték az intézményünket, hogy a záró hangversenynek keresnek helyszínt, a Dérinére esett a választások, úgyhogy érdeklődve várjuk mi is a Suzuki nemzetközi tábornak a záró hangversenyét a Dérinében, vasárnap 11 órakor. Bízom benne, hogy sokan ellátogatnak erre a rendezvényre is. Említette, hogy nemzetközi az asztali tenisz verseny. Mely országokból érkeznek versenyzők? Jelenleg zajlik a nevezés, várjuk a nevezéseket. Itt elsősorban a környező országokból, tehát Szerbiából, Romániából fognak érkezni elég komoly felkészüléssel rendelkező. Elsősorban az utánpótláskorú versenyzők jönnek külföldről, ugye ők folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket, ahol egyfajta kikapcsolódás mellett azért meg tudják mutatni a tudásukat. Ugye mindenhol a nyári szünet napjait élvezik a gyerekek, tehát ők egy kicsit jobban mozgósíthatók, és hát általában ők szoktak részt venni azért nagyobb létszámban ezen a versenyen. Augusztus 20-a államalapítás ünnepe. Ezen a napon is programok sokasága várja az érdeklődőket. Ugye nem maradhat el a Szentmise, a búcsúi Szentmise, illetve a körmenet, de milyen programok kapcsolódnak még ehhez a napon? Így van, a Katolikus Egyház programja után mi a délutáni időpontban szervezzük programjainkat. A Kossuth téren 15 órától egyfajta arató forgatagra várjuk az érdeklődőket, ahol felsorakoznak azok a mezőgazdasági gépek, traktorok, kombányok, amelyek az aratásban ugye itt a mai kor követelményeinek megfelelően részt vesznek, és én bízom abban, hogy óriási érdeklődésre számíthatnak ezek a gépek. Ugye a gyereknapon már próbáltuk bemutatni, folyamatosan bemutatjuk ezeket a gépeket. Most lehetőség nyílik majd arra is, hogy ne csak elvonulva lássuk a kombányokat, hanem oda lehet majd menni, föl lehet mászni a vezetőülésbe, meg lehet nézni azokat a modern eszközöket, amelyekkel ma végzik az aratást.
Úgyhogy várunk mindenkit, nem csak a gyerekeket, hanem természetesen az idősebbeket és minden érdeklődőt, és hát az aratáshoz kapcsolódóan egy picit a gasztronómiát is szeretnénk ebben az évben előtérbe helyezni. Ne csak a karcagi birkapörkölt legyen mindig a karcagiak látókörében, hanem most egy picit az arató ételeket, vagy az aratáshoz, a nyári munkálatokhoz kapcsolódó picit lazább ételeket, ami azért nem azt jelenti, hogy ilyen vegetáriánus ételekre kell számolni, de elsősorban valóban a bográcsos ételek kerülnek majd előtérbe, tehát a hagyományos galabordi, a paprikás krumpli, a fordított köles. Azért megjegyzem, hogy biztos, hogy lehet majd birkapörköltet is kóstolni és vásárolni korami ezen a napon. Korami szemszájnak ingere minden. Így van, tehát várjuk a gasztronómia iránt érdeklődőket is. Kóstolójegyet lehet majd vásárolni, és akkor természetesen ezzel lehet kóstolni az előbb felsorolt ételeket. De hát, hogy ne csak a szem, ne csak az ízlelő bimbók, hanem egy kicsit az egyéb, például a hallás is előtérbe kerüljön, meg egy picit a szórakozás, ezért a gyermekeknek vásári komédiát szerveztünk erre a napra, illetve egy operett előadással is kedveskedünk az érdeklődőknek. Ez egy picit elkülönül az eddig megszokott helyszínektől, tehát ez nagyjából a református templom parkja közelében kerül majd megszervezésre, ott kerül fölállításra egy színpad is. Mondom, egy eddig nem megszokott helyszínt próbálunk most ki ebben az évben. De hogy maradjunk a megszokott helyszíneknél is, ezért az esti program, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar tavaly már nagy sikert aratott előadásának helyszínén újra megrendezésre kerül a komoly zenei előadás, természetesen a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével, és a mester fog vezényelni, tehát Hiszaki Masahiro vezényli a zenekart, és egy újdonsággal kedveskednek számunkra is, hiszen a Mozi Varázs című előadásokat, amely nem az első verzió, amit már láthatott a karcagi közönség, hanem az egy teljesen új verziója lesz a Mozi Varázs, tehát mozi filmeket fognak élőben előadni, és hát terveink szerint a filmekből egy-egy részlet azért kivetítésre is kerül majd. Kíváncsian várjuk ezt az előadást. A tavalyi évben az Operett Gála, az nagyon nagy látogatottságú volt, bízunk benne, hogy az idei évben is nagyon sokan érdeklődnek a filmzenék iránt. Lesz az idén tűzi játék? Én azt gondolom, hogy augusztus 20-a nem múlhat el tűzijáték nélkül. Úgy próbáltuk a szimfonikus zenekar fellépését is megszervezni, ahogy azt már tavaly is tettük. Tehát olyan időpontban kezdődik az előadás, hogy ahogy véget ér a szimfonikus zenekar előadása, gyakorlatilag rögtön kezdődik a megszokott tűzijáték, és természetesen ezzel ér véget a program, de egy nagyon fontos elemét kihagytuk a programnak, hiszen az arató forgatag és a szimfonikus zenekar között azért azok a gépek, amelyek ott felsorakoznak, tesznek egy kört a városban, tehát megmutatják magukat az egész városnak. Várhatóan 17 órai kezdettel elindulnak a kombányok, traktorok, és a hagyományos útvonalon körbe fognak menni a városon. Igazgató úr, egy ilyen 4 napos programsorozat megszervezése, illetve lebonyolítása nagyon sok szervezést és munkát igényel. Úgy gondolom, hogy mindenki nevében köszönetet mondhatok önnek és a csapatának, hogy ezt az idejében is megszervezik. Mi a meglátása? A karcagi emberek hogyan fogadják ezt a programsorozatot? Örülnek neki, hogy ilyen van a városban, és részt vehetnek ezen? Én bízom abban, hogy várják. Egyrészt próbálunk mindig egy picit változtatni a programokon, keresünk azokat a lehetőségeket, amelyel egy picit közelebb tudjuk hozni a karcagiakhoz egy-egy ilyen programot, próbálunk megfelelni az ő elvárásaiknak, például most ugye a gasztronómiai résszel figyelembe vesszük azokat a kívánságokat, ugye itt az operett programmal, vagy a gyerekprogramokkal, vagy a komoly zenei programmal kapcsolatosan, hiszen folyamatosak a visszajelzések, amelyeket köszönünk szépen, és természetesen várjuk
a jövőben is, tehát próbálunk ezeknek eleget tenni, úgyhogy én azt gondolom, hogy és bízom is abban, hogy örülnek neki, várják ezeket a programokat, és egyre nagyobb számban fognak bekapcsolódni majd ebbe a programba is, illetve az év hátra lévő programjaiban is. De akkor nem marad más hátra, kívánok kitartást, és egészséget ahhoz, hogy ezt a programsorozatot is méltán meg tudják szervezni és lebonyolítani mindenki megelégedettségére. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is a kollégák nevében is. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket.